Hiába a helyismeret, a több évnyi korcsolyázás gyorsan megtörténik a baj, ha a befagyott tó jegére enyhe időben merészkedik az ember. Szentes Nándor azonban nem ijedt meg, amikor beszakadt alatta a jég. Azt mondja, a tolnai Duna holtágnál nem mély a víz. Másrészt azért sem esett kétségbe, mert korcsolyázni társaságban jár, és baj esetén van kihez fordulnia. Hókiütőt pedig éppen azért visz mindig magával, hogy azzal megütögesse a jeget, megfelelő vastagságú-e. Idén most először, de már évek óta vártam, hogy végre kivessek. Mert hogy előtte sosem volt már, sok-sok év volt a rendes jég, és ezért érdemes kockáztatni, de csak egy kicsit. Klem Zsold, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium testnevelő tanára is azonnal korcsolyát húz, amint befagy a Duna. Azt mondja, mindig körültekintően kell kiválasztani a korcsolyázás helyszínét, és oda kell figyelni arra is, hogy a jég megfelelő szilárdságú legyen. 1-2-3 napig lehet igazándiból korcsolyázni, és ilyenkor az ember kompromisszumosan bizonyos kockázatot bevállal. De igazándiból én itt ackoztáztatom helyiként, aki ismeri a vizet, tudom, hogy milyen mély, tudom, hogy hol az a nagyobb vastagság, ami ki szokott alakulni. Tehát igazándiból én itt ackoztáztatom, hogy vizes leszek. Tolna megyében az elmúlt napokban -10 fokig hűlt a hőmérséklet, hétfőn enyhült az idő, éjszaka azonban ismét fagyni fog. Ez pedig azt eredményezheti, hogy természetes vizeink befagynak. Ám nem mindegy, mennyire. Rendkívül veszélyes rámerészkedni úgy, hogy nem győződtünk meg előtte arról, a jég kellő szilárdságú, vastagságú-e. Nem olvat, nem mozog. Mondja Ackermann Zsuzsanna, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője. Nagyon fontos, hogyha egyedül tartózkodunk a jégen, akkor mindig nagyon nyugodtan, megfontoltan, egyenletesen kell haladnunk, és esetleg meg lehet győződni egy bot segítségével arról, hogy az előttünk lévő jég az megfelelő szilárdságú-e. Ha pedig már megtörtént a baj, akkor is több szabályt érdemes betartani. Ha beszakadt a jég alattunk, akkor ez a legfontosabb, hogy azonnal feküdjünk hasra, és minél nagyobb testfelületünkkel, arccal a part felé próbáljunk meg kijutni a part irányába, lassú, kúszó mozdulatokkal, majd minden lehető eszközt vegyünk igénybe, akár egy bottal, keresztbeti, vagy ne kerüljünk a jég alá. Azt is érdemes tudni, hogy nem szabad korcsolyázni a jégen korlátozott látási viszonyok között, járművel, kikötők és veszteglő helyek területén, folyókon.